Esztergomi Keresztény Múzeumban vagyunk. Gyermekkorom nagy élménye, amikor először voltam itt. A képek belém égtek a szívembe, és azóta sokszor visszajárok ide. Ebben a múzeumban dőlt el a pályám tulajdonképpen már gyermekkorban, hiszen a képzőművészet és a hit, a filmezés, a rajzfilmezés és a festményvilág az itt nagyon megjelent számomra. Jézus mondja, hogy én szelíd és alázatos vagyok. Na most ezt elsősorban itt tapasztaltam meg a képtárban, pontosan ennél a képnél. Ez a szelídség, amiről Jézus Krisztus beszél, tulajdonképpen a keresztény viszonynak az alapja. Ez a görögül ugye ez a praeus, franciául a douceur, ez az édes lelkesség. Ez sugárzik át erről a reneszánsz képről. Reneszánsz tehát idealizálva van, hiszen ez egy neoplatonikus kép Marcello Ficino nyomán, de a kép nyelvezete sugallja ezt a szelídséget. Tehát itt mindenki szereti egymást. Ez egy olyan lelkület, amely tele van szeretettel, és a néző felé is sugárzik. Augustinusnak olvastam a vallomásait, és ott láttam, hogy egy olyan rétorról, egy intelligens emberről van szó, méghozzá nagyon személyes, gyönyörű megfogalmazásban ugye az Isten felé egy vallomása az élete, aki megtért. Hát ez engem annyira megfogott. Nagyon buzgó voltam. Ha már Ágoston, akkor irány a teológia. Hát én is meg akarom ezt ismerni, hogy Ágostont olvassam, értelmezzem, stb. És akkor elrohantam a teológiára, ott pedig a fiatal Karaszon István fogadott, és elmondta, hogy ez nem így megy, hanem először egy gyülekezetbe kell tagozódni. Hát mondom, jó, de hát hogyan? És akkor itt van a Calvin tér, Pesten, és ott van egy nagyszerű lelkipásztor Molnár Miklós személyében. És akkor elmentem Molnár Miklóst megkeresni, és akkor így mondta, hogy itt az IFI-be, ha elkezdek járni, beilleszkedek a Calvin téri egyházközség életébe, akkor ez így jó lesz. A Calvin tér nevezetes arról, hogy az első pesti református templom és gyülekezet ez. Nagy nevek szerepelnek, akik alapítók voltak. Ugye? Bátori Gábor alapító lelkipásztor, aztán Török Pál, akiről az utca is el van nevezve mögötte. Óriási személyiség, a klasszikus református papnak a mintaképe Török Pál. És hagyj említsem meg a 20. század legnagyobbját, ugye Ravasz Lászlót, aki itt volt hosszú ideig püspökként. Itt volt Jókai Mór, mint presbiter, ugye Gönczi Pál, gimnáziumi tanár, és még lehetne sorolni kicsoda Fáj András, akik most lent pihennek ugye a kriptában, a felújított kriptában, tehát nagyon nagy személyiségek. Sikerült a felvételim. Először levelezőre jártam, aztán átkértem magam nappalira, és úgy tanultam tovább a teológiát, mert annyira kívántam ennek a egyre mélyebb való kutatását, elmélyülését. Közben ez a hittudományi kar, vagyis hát az akkori teológiai akadémia, ez egyetemmé vált, vagyis a teológia köré szerveződött a bölcsészkar, a jogi kar, és nem beszélve ugye a nagykörösi tanítóképzőről. Tehát itt van a szíve magja, és így 1993-ban ugye létrejött a Károli Egyetem. Meg kell említenem feltétlenül Hegedűs Lóránd püspök úrnak a tevékenységét, akinek az ő idejében püspöki ciklusa alatt jött létre ez az egyetem. Sokat harcolt érte, és most már a 30 éves évfordulóját ünnepeljük az idén.
azzal foglalkozom a teológia utolsó napjaiban, hogy kezdtem földolgozni a szenteknek az életét, a magyar középkori szentek életét etikai szempontból, mert én teológiai etikát tanítottam ott. Életem elején, 72-ben 18 évesen itt voltam, és hát életem végén is itt vagyok újra a Pannonia Filmstúdióban. Egy filmkészítésre kértek meg. Itt, ahol ülünk, ez a kis szobácskám, ahol készül a Magyar Középkori Szentek rajzfilmsorozat. Mivel magam írom is, nem csak rajzolom a terveket, meg a képes forgatókönyvet, ezért törekedtem arra, hogy úgy mutassam be a rajzfilm nyelvén a szentek életét, hogy amit a természetes játékfilm nem tudna. Mert a rajzfilm képes a helyszínt, meg az időt tömöríteni. Nekem az a fontos ebben a sorozatban, hogy ők a mindennapi emberek. Csak azzal a különbséggel, hogy a kísértésben és a próbatételekben hogyan álltak meg, milyen választ adtak ezekre a megpróbáltatásokra, feladatokra, elhívásra és küldetésre, és ez bennük a szívük mélyén, a lelkükben zajlik. A veszprémi klastromból áthozattam a Dunának szigetére, melyet Hajdan Nyulak szigetének mondottak. Királyi apám által itt emelt boldogasszonynak klastromában éltem le, rövidke életemet boldogul. Nagyon rövidek ezek az epizódok. Egy élet, 9 perc, és arra gondoltam, hogy egy műfaj lehetséges, és ez az imádság. Az egész sorozatban úgy történik, hogy minden szent halála előtti pillanatokban elmondja élete utolsó imádságát, és nyilván abban a számára legjelentősebb élethelyzeteket említi meg. Tehát az Úristen szólítja meg, mert imádság, minden egyes szent kimondja az áment, és meghal a film végén. Mert ugye a szentek születése, dies natalis, születésnapja az a haláluk napja, mert akkortól a mennyek országában lépnek be.